már csak néhány nap, néhány óra van hátra a 2014-es esztendőből. Igazán mozgalmas év van mögöttünk, választásokkal, sok gazdasági kihívással és a határainkhoz egyre inkább közelítő béketlenséggel, háborúval. Mégis Magyarország talpon tudott maradni, erősödött és békehonolt határainkon belül és közvetlen közelünkben. Én bízom benne, hogy a jó Isten megsegít bennünket az új évben is, és azt az építőmunkát, ami 5 évvel ezelőtt elkezdődött, tudjuk folytatni. Ez fontos a magyarság fönnmaradása szempontjából, fontos azért, hogy boldoguljunk itt a hazában, mindig újabb és újabb termés legyen, bevessük a hatát és arassunk. 2014 azért is fontos esztendő, mert rekordtermés volt, soha nem termett 16 millió tonna gabona, rengeteg kukorica termett, napraforgó repce, újabb csúcsokat döntött át a magyar mezőgazdaság. Ebben a gazdatársadalomnak nagyon sok munkás órája, teljesítménye van. Én bízom benne, hogy megvetettük az alapját az új esztendőnek is. És bízva a Jóisten segedelmében, az is sikeres lehet. Én kívánok kellemes karácsonyt, boldog új évet mindenkinek. Kívánom azt, hogy az előttünk álló esztendőben legyen annyi erőnk, mint ami mögöttünk van. Tudjuk elérni azokat a célokat, amelyeket kitűztünk, és erősödjön a magyarság békében, családi kötelékeinkben bízva, arra támaszkodva tudjunk mindig egy-egy lépéssel előrébb haladni. Áldott ünnepeket kívánok mindenkinek!